Szép napot, itt örök Ágoston! Ebben a videóban a Guoguan Xinghen mágneses 2x2x2-es kockát, illetve a Guoguan Yue Chao Pro 3x3-as kockát fogom bemutatni. Csíp! Kezdjük a mókát a Guoguan Xinghen mágneses 2x2-es kockával. Láthatjuk, hogy ilyen nagyon király kis dobozban érkezett, azért van Moyu a tetejére írva, mert a Guoguan lényegében a Moyunak egy alvállalkozása, és azt is láthatjuk, hogy ide van írva, hogy Guoguan M. Legalábbis ha az M betűt azt ismerem, de ez olyan Guoguanosnak néz ki. És akkor lássuk, hogy mit rejt maga a doboz. De először is van benne egy kocka, nem tudom, hogy folytatnám ezt a videót, hogyha nem lenne benne. Kaptunk egy kis alátétet is a kockához, nézzük is bele. Jött egy kis csavarhúzó, ez tök jó. Illetve két kártya, az egyiken a Guoguan kockák tervezője látható, a másikon pedig Anthony Cantin. Hát lesz mit kiraknom a szobám falára. És nézzük, hogyha kiszedjük ezt a tartót. Egy leírás, ez minden kocka bemutató videónak a legérdekesebb része, a leírás. Guoguan Moyu csapat, minden van itt. És tartalékmágneseket is kaptam, na tök jó. Nézzük először a külsőségeket. Bal oldalon láthatjuk az eredeti Guoguan Xinghen 2x2-es kockát, jobb oldalon pedig a mágneses változatot. Természetesen méretben nem térnek el, mind a két kocka 50x50x50 mm-es. Ami a súlyt illeti, a konyhai mérlegünk tanúsága szerint az eredeti Xinghen 62 g-os, míg a mágneses változat 66 g-os, tehát a mágnesek összesen 4 g-ot nyomnak. A színeket tekintve láthatjuk, hogy eltérés van, sokkal mélyebb árnyalatot kapott a mágneses változat, megmondom őszintén, nekem ez jobban is tetszik. Egyébként az eredeti változat fekete-fehér és anyagában színes változatban is elérhető volt, a mágneses változat egyelőre csak feketében létezik. Ami a kockák árát illeti, a lightay.com oldalon az eredeti Xinghen mindössze 5 dollár volt, ezzel szemben ez a mágneses változat már 11 dollár, tehát valamivel több mint a duplájába kerül. És akkor lássuk a forgást. Egy kis emlékeztetőül az eredeti Xinghen egy nagyon gyors, nagyon kényelmes kis 2x2-es kocka, sok ember ezt használja mainjeként. És akkor lássuk a mágneses változatot, dobozból kivéve. Határozottan nehézkesebben forgatható, és nagyon erősek a mágnesek benne. Érzem nagyon az akadást minden forgatás végén. Úgy gondolom, hogy a mágneses Guoguant gyárilag nagyon szorosra húzhatják. Ezt a feltételezésemet arra alapozom, hogy az eredeti Guoguan lazán le tud vágni 45 fokot, míg a mágneses változat egyáltalán nem. Még itt se. Tehát ez ilyen 30 foknál, ha egyáltalán be tud ugrani. Tehát nézzük meg, mi van, hogyha lazítok rajta. Megtörtént a lazítás a kockán, így azért már képes 45 fokot is bevágni. Egyébként ennyire általában nem lehet meglazítani egy kockát, mert hogyha túllazítjuk a kockákat, akkor a stabilitásából veszíteni szokott. Ez a kocka viszont így is viszonylag stabil maradt, ugyanis mágnesek vannak benne, és a mágnes egyértelműen javítja a stabilitást. Tehát összbenyomás. A lazítást követően egy nagyon kellemes kis 2x2 lett belőle. Egyelőre nem érzem annyira jónak, mint az én hagyományos 2x2-es Xinghenemet, viszont biztos vagyok benne, hogyha ezt a kockát is járatnám, akkor bőven fölvenné vele a versenyt. És akkor lépjünk tovább a Guoguan Yue Chao Pro 3x3-as kockára. A doboz nagyjából ugyanúgy néz ki. A tartalmában annyi eltérés van, tudom szedni. Ugye tartalékmágnesek nincsenek hozzá, ugyanis ez a kocka nem mágneses alapból, de mágnesezhető, erre majd később kitérek, és kaptam két ilyen világos kék cuccot, amiről ötletem sincs, hogy mire jó. Kezdjük megint a külsőségekkel. Míg az eredeti Guoguan csak fekete és fehér változatban volt kapható, addig a Pro már fekete-fehér, illetve anyagában színes változatban is elérhető. A kockák súlya 86 g-os az eredeti, és 83 g-os a Pro, tehát itt kicsit könnyebb lett a Pro változat. Ami a kockák méretét illeti, a Lightay szerint különbség van benne.
A Lighttech azt mondja, hogy az eredeti GoGoon 55 mm-es, míg az újabb 56. Hát én ennek pont az ellenkezőjét látnám, mint hogyha egy kicsit még kisebb is lenne a Pro, de hát itt az ideje akkor, hogy segítségül hívjuk az emberiség egyik legnagyobb találmányát, a vonalzót. Heteken áttartó mérési munka eredményeként megállapíthatom, hogy mindkét kocka 55 mm-es. Láthatjuk, hogy a matricákbeli különbség pontosan ugyanolyan, mint a 2x2 esetében volt, nekem itt is jobban tetszik ez a sötétebb árnyalatú változat. A két kocka árában itt nincsen olyan markáns különbség, a régi GoGoon körülbelül 10 dollárért kapható a Lighttech-en, a Pro pedig 13,5 dollárért vásárolható meg. Amit a kocka belső felépítéséről tudni érdemes, hogy úgynevezett háromszegmens dizájnt alkalmaztak, azaz láthatjuk, hogy három különböző lépcsőzetes felületen érintkeznek egymással az elemek, ez az éleken és a sarkokon is megfigyelhető. Ugyan gyárilag nincs mágnes a kockában, érdekes módon mégis meghagyták a helyét a mágnesnek, látható, hogy a mágneseket oda kell behelyezni. Tehát ha valaki vesz hozzá pluszban mágnest, ezt helyezhet bele, és nyilvánvalóan ki is fog jönni a kockának a mágneses változata is. És akkor lássuk a kocka forgását. Egy nagyon egyedi forgású kockáról beszélünk, és őszintén szólva meg kell, hogy mondjam, ennek a kockának semmi köze nincsen a régi GoGoonhoz. Tehát megint csak arról van szó, hogy kiadtak egy újabb változatú kockát, és ugyanazt a nevet adták neki, mert hogy az eredeti GoGoonnak ugye óriási sikere volt. Tehát ezen a néven lehet, hogy több ember megveszi, de én azt mondanám, hogy ez a két kocka tökéletesen független egymástól. A kocka inverse corner cutja már mondjuk olyan átlagosnak tekinthető, a rendes corner cut pedig lazán viszi az 50 fokot is. Közbenyomásként tehát ez egy határozottan jó kocka, de azért én mégiscsak hiányolom belőle a GoGoon Yuechao eredeti forgását. Tehát arra számítottam, hogy a GoGoon Pro mégiscsak valamilyen továbbfejlesztett változata lesz az eredeti GoGoonnak, de ennek a kockának a forgása sokkal inkább az ősrégi Moyo Aolong V2-es kockámra emlékeztet, mint az eredeti GoGoon Yuechao-ra. És ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy megnézted a videót, minden jót kívánok!